A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, vajon a háború vagy a békevallása az iszlám? Az iszlamizmusról, az iszlám vallásról tájékozódhattak a Matthias Corvinus Kollégium legutóbbi előadásán az érdeklődők. A köztérben számítunk figyelmükre. Ebben az előadásban a rendelkezésre álló szakirodalmat sűrítem össze, nem az én személyes bármiféle meggyőződésem van benne. Én magam Debrecenben nőttem fel, az ELTE-n arab szakra jártam, az iraki háború kitörését követően kimentem Irakba, amiben annyi előnyöm volt, hogy édesapám szíriai származású, muszlim családból származik, de őt magát nem zavarta az, hogy meglettem keresztelve, lekonfirmáltam. Annyit kért, hogy Szíriában ezt ne hangoztassam, egyedül abból az okból, mert ez a kollektív társadalmak, ami azt jelenti, hogy a vallási hovatartozás az soha nem személyes döntés. Az áttérésekről senki nem hallott, de se muszlimok, se keresztények, és egyszerűen egy olyan kulturális dolog, amit ők nem tudnak befogadni, hogy valaki bármilyen más vallású, mint amilyen családba beleszületett. Itt úgy, ezt úgy képzelhetjük el, mint egy 20. század elejé magyar falut, ahol ez predesztinálja az embert, hogy hova születik. Az egyetemet követően elvégeztem a doktorimat Hollandiában, az Utrechti Egyetemen, azóta a Migrációkutató Intézetnek, illetve az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének vagyok a kutatója. Valóban a téma kifejezetten aktuális. Az előadásunk célja az iszlám, háború vagy béke vallása. Szeretném előre lelőni a poént, ami az, hogy nem fogjuk tudni megválaszolni ezt a kérdést. A cél az, hogy az előadás után lehetőleg több kérdéssel menjünk haza, hiszen, mint látni fogjuk, egy kifejezetten összetett problémakörről van szó, ami sokkal bonyolultabb annál, mint ahogy a híradásokból naponta hallanánk ezt a témát, amikor migrációról, terrorizmusról, vagy egy békés együttélésről, egymás együttnemélésről van szó. Három részből állna az előadás, az elsőben az iszlám keletkezését mutatnám be, ezáltal a logikáját, hogy hogyan működik az a vallás. A második részben a politikai iszlám, iszlamizmus témáját érintenénk, a harmadikban pedig az EU-iszlám jelenlétét Európában, ennek a kihívásait, és hogy hogyan alakult át a diskurzus ennek kapcsán. Ahhoz, hogy megértsük az iszlámot, mint olyat, vissza kell mennünk a 7. századi Arábiába, ahol a vallás keletkezett. Itt Mekka városáról van szó, ami félúton van a korabeli bizánci birodalom, tehát korabeli Szíria és az akkor még virágzó jemeni királyság között. Ez azért is fontos, mert a két birodalom közti kereskedelem Mekka városán haladt keresztül. Arábiát akkoriban törzsek lakták, voltak nomád és letelepedett törzsek. Az egyik nagy letelepedett és nagy hatalommal bíró törzs, az a Kurejs törzs volt, aki Mekka városában lakott. Mekka a létét egy isteni csodának köszönheti, nevesint annak, hogy a hagyományok szerint Ábrahám feleségének, Hágárnak Isten itt fakasztotta a Zemzem forrást, amikor is a pusztában volt gyermekével. A Zemzem forrás pedig az életnek a forrása volt a korabeli Arábiának ebben a térségében, hiszen nem mindenhol volt víz. Ez is tette lehetővé azt, hogy a karavánok megállhattak pihenni Mekkában, és kialakulhatott egy város, egy akkor virágzó város Arábia közepén. A másik ok, ami miatt fontos volt Mekka, az a Kába szentély. A Kába szentélynek a sarkában van, itt nem látszik, a fekete kő, amelyet a hagyományok szerint Ádámnak, akit az iszlám prófétának tart, küldött le Isten. Fehér volt a kő állítólag eredetileg, majd ahogy az emberiségnek a bűnei szaporodtak, befeketedett. Ennél is sokkal fontosabb, hogy a Kába szentélyben, ebben a kocka alakú épületben őrizték a korabeli pogány törzseknek a bálványait, ami azt jelentette, hogy ezekhez a bálványokhoz elzarándokoltak a törzsek. Ezzel, illetve a kereskedők által otthagyott pénzekből a Kurejs törzs nagy hatalomra tett szert, a legbefolyásosabb törzs volt. Ennek a törzsnek az egyik szegény ágába tartozott Mohamed, Abdullahnak a fia, aki hamar árvaságra jutott, majd nagybátyja vette magához.
és Mohamed majd későbbiekben feleségül vette a gazdag kereskedőnek a feleségét, az özvegyét, ezáltal ő is vagyonos emberré lépett elő. Viszont hatalmas társadalmi egyenlőtlenségek voltak a korabeli Mekkában. Voltak rabszolgák, akik értelemszerűen nem részesültek a javakból, illetve a városnak a peremén, messze a kereskedelem által dominált területektől éltek a városnak a szegényei. Az ő körükben lett Mohamed először népszerű, amikor hirdetni kezdte az igéjét. Mohamed már a 40-es éveiben járt, amikor felment a hegyre, pontosabban be egy barlangba, és elmondása szerint Gábriel arkangyalon keresztül Isten maga szólt hozzá, hirdetve neki azt a hitet, hogy nincs más Isten, csak Allah. Tudni kell, hogy Allah nem volt ismeretlen az akkori Mekkában, hiszen Allah a számos Istennek az egyike volt. Talán nem véletlen, hogy Allah az esőnek volt és az égnek az istene, ami pont egyébként egy klimatikus válság időszakot élt meg az akkori Arábia, tehát az, hogy a legfőbb isten az esőisten lett, ennek lehet egy társadalmi üzenete is, vagy sokat elárul akkor az akkori állapotokról. Azzal viszont, hogy Mohamed hirdetni kezdte a tanait, nagyon hamar konfliktusba került a Kurajs törzsnek az előkelőivel és a többi neves törzsel klánnal, egyszerűen azért, mert hogyha Isten ott van mindenhol, és bárki láthatja, akkor minek elmenni zarándokolni Mekkába. Ezáltal ez egy gazdasági feszültséget keltett ez az üzenet, ami egy vallási üzenetbe volt becsomagolva. Mohamed kereskedőként járt a bizánci területeken is, ahol számos keresztény irányzattal találkozott, jellemzően a bizánci birodalmon belül eretnek keresztény irányzatokkal, és a kereszténységnek számos elemét átemelte az új tanába. Nem beszélve arról, hogy a korabeli Arábiában számos zsidó törzs is volt, akiknek egyes tanait Mohamed szintén átemelte a saját tanaiba. Kezdetekben csak Mohamednek a híveit üldözték, leginkább azért, mert őket nem védte a származás, különösen ha rabszolgákról volt szó, vagy szegénysorból származókról. Mohamednek sokáig védettsége volt, de hát aztán meghalt a nagybátyja, a talpa alatt forróvá vált a talaj, és Mohamed 22-ben elment Medinába, ami Mekkától egy északra lévő város. Azért Medinába ment, mert Medinában már egyrészt éltek jelentős zsidó közösségek, akik számára nem volt megdöbbentő az elképzelés, hogy egyetlen egy Isten van. Különösen, hogy Mohamed a korabeli logikát tekintve a zsidókat is integrálni akarta a közösségébe. És azért ment még Mohamed Medinába, mert Medinában két domináns törzs volt, ezek között konfliktus volt, és a korabeli Arábiában nem volt államhatalom, nem volt egy kormány, a törzsek közti erőviszony adta a rendet. Ez a két törzs konfliktusban volt egymással, és innentől kezdve belépett az a mechanizmus, ami mindig is élt Arábiában az ilyen konfliktusok esetén, hogy hívtak egy idegen törzsből származó, a konfliktusban nem érintett békebírót, aki leközvetítette a konfliktusban lévő felek között az igazságot vagy a békét. Mohamedet meghívták békebírónak, ő annyit kért a medinaiaktól, hogy térjenek át az iszlámra, ez a jelentős zsidó közösség miatt nem volt egy nagy kérés mondhatni társadalmilag számára, és Mohamed itt alapította meg a muszlim ummát, az iszlám nemzetet. Az iszlám nemzetről azt kell tudni, hogy minden elemében a korabeli Arábiának a logikáját, társadalmi logikáját követi. Mint említettem, törzsek voltak Arábiában, a törzs az egy védés-dac szövetség. Ha valaki egy törzshöz tartozik, a törzsének az ereje határozza meg az ő társadalmi pozícióját, az ő teljes életét gyakorlatilag. A törzs megvédi a tagjait, ha gyilkosságba keveredik, akkor kifizetik a váltságdíjat, ha őt megöli valaki, megbosszulják. Tehát ha valaki egy törzsnek a tagja, akkor az nem szabad préda. Viszont ha valaki a törzsön kívül vesik, az szabad préda, senki nem áll ki érte. Mohamed egy ilyen közegben nem tudott mit tenni, megalapította az ummát, a muszlim nemzetet, ami egy törzs volt gyakorlatilag, azzal az egy különbséggel, hogy a habarcs a törzsön belül nem a vérség, nem a leszármazás, hanem a hit lett.
és a korabeli logikát követve, miszerint az erős törzsek ernyője alá bejöhetnek gyenge klánok, gyenge törzsek, és bizonyos felelősségvállalásért cserébe védelmet kapnak a törzstől, ő ezt adaptálta a keresztény és a zsidó közösségekre, mondván ők is a könyv népei, Ábrahámtól származnak, tehát nekik is részük van az ummában. Ahhoz, hogy most ugorjunk egy picit, hogy megértsük a logikáját az iszlámnak, a működésének, két kategóriát kell felállítanunk a vallásokban. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a képet, azt mondta, hogy kétfajta vallás van. Az egyik törvényt hirdet, a másik erkölcsiséget. Erkölcsiséget hirdet a nyugati kereszténység, egyes keleti gondolatirányzatok. Törvényt hirdet a judaizmus, az iszlám és egyes keresztény, keleti keresztény irányzatok. A törvény az azt jelenti, hogy a törvényvallásoknak a lényege, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen, az a vallási szövegekre van visszaeredeztetve. Mik az iszlámnak tehát a jogforrásai, hogy a törvényvallásról van szó? Addig, amíg Mohamed élt, ez nem volt kérdés, ha bármi társadalmi probléma kérdés merült fel, Mohamed felment a hegyre, a barlangba, vagy csak imádkozott, és Gábriel arkangyal megmondta neki a választ, az lett, amit Mohamed mondott. Viszont, hogy Mohamed meghalt, jöttek ezek a kérdések, hogy hát mit tenne Mohamed, mi a helyes. És három forrás volt, ami kialakult és kanonizálódott az évszázadok során, ami jogforrásként tekinthető az iszlámban. Az egyik a Korán. A Korán a muszlim hagyományok szerint Isten hamisítatlan szava, amit hozzávetőleg 20 év leforgása alatt különböző alkalmakra, különböző kihívásokra válaszul küldött el Mohamednek. Későbbiekben Mohamed halála után a harmadik kalifa gyűjtötte ezeket össze egy gyűjteménybe. A második forrás azok a Mohamed személyéhez köthető narrációk, tehát idézetek, mondások és anekdoták, amiket Mohamedről mondanak, ezeket is későbbiekben jegyezték fel, gyűjtötték össze. A harmadik pedig a korabeli Mohamedet követő évszázadok nagy vallástudói által konszenzusosan elfogadott igazságok. Ez a fő három jogforrás az iszlámban. Viszont ezekből már sejthetjük, hogy ezek mind korabeli kérdésekre voltak a válaszok. És jön a kérdés, hogy hát mi van akkor, hogyha olyan kérdés merül fel a való életben, a mostani életben, ami ezekben nincs benne. És itt jön be az analógiának a szerepe, tehát hogy a vallástudó, és ezt most fontos hangsúlyozni, hogy egy hétköznapi muszlim, mivel jogvallásról van szó, nem hozhat vallási ítéletet, nem lehet vallási véleménye, mint a judaizmusban el kell menni a rabbihoz, az imámhoz, ahhoz az emberhez, akinek megvan a kellő képesítése hozzá, mint ahogy Európában vagy Magyarországon mi is meghagyjuk a jogászokra a jogi kérdésekre való válaszadást, ugyanez a helyzet az iszlámban. Tehát analógiákon keresztül és számos egyéb módon vallástudományi módszerrel adják meg a választ az adott kérdésekre. És itt jön be a politika, hiszen az iszlámvilág, különösen a szunnita iszlámvilág, mint látjuk, decentralizált. Rengeteg vallástudó van egymás mellett, és hogy mi a helyes, mi a helytelen, az soha nem egy abszolút igazság, hanem mindig az adott társadalmi, politikai, gazdasági igények szabják meg. Tehát ez a helyzet az iszlámban is. Vegyünk egy alapot, csak hogy az analógiának a logikáját értsük. Az iszlám, tudjuk, hogy tiltja az alkoholt. Igen ám, de az iszlám, pontosabban a Korán, a khamrt tiltja, ami a datoja párlatot jelenti, hiszen a korabeli Arábiában datoja párlat volt. Attól rúgtak be az emberek. Esetleg a szőlőpárlat volt, vagy a bor volt, amit így neveztek. És mi volt? Tehát az iszlám elterjedt, meghódította Egyiptomot, ahol már régóta volt sörfőzés. Eljutott más területekről, egyéb párlatok voltak. Jött a kérdés, hogy szabad-e alkoholt inni. És itt jöttek a vallástudók, akik azt mondták, hogy az különböző italok, ezek az italok a bódító hatásukban hasonlatosak a khamrra, tehát tilos őket fogyasztani. A marihuána fogyasztásnál különböző allegóriák jönnek be megint, vagy hát különböző hasonlatok, tehát valaki azt mondja, hogy tilos, többségénél azt mondják, hogy tilos, mert bódító hatású, de valaki azt mondja, hogy nem isszák, azt nem isszák, hanem szívják, tehát akkor az nincs benne a Koránban, nem vonatkozik rá semmi, de ez már megint arra vonatkozik, hogy egy adott közösség mondjuk bevételre tesz-e szert a kábítószer termelésből. Tehát ez megint egy gazdasági kérdés. De hogy egy politikai témára, vagy egy húsba vágó példával is alátámasztam ezt. Ilyen például a szabad-e ártatlanokat megölni, mondjuk
vegyi fegyverek bevetésével. Ha erről megkérdezünk egy általános, átlagos muszlim vallástudót, azt mondja, hogy tilos, hiszen Mohamed próféta azt mondta, hogy aki egyetlen egy ártatlan megöl, az az egész emberiséget öli meg, tehát a vegyi fegyver ártatlanokat öl, ergo tilos. De ha megkérdezzük Osama Bin Ladent, vagy az Al-Qaidának, iszlám államnak bármely gondolkodóját, akik egyébként nem, mint erre később visszatérünk, nincs vallási végzettségük jellemzően, ők azt mondják, hogy Mohamed próféta valamelyik csatában katapultot vetett be, a katapult az a kor tömegpusztító fegyvere volt, hiszen ártatlanokat is eltalál a lövedék, ergo szabad bevetni. És itt megint azt látjuk, hogy politikai érdekekre jutunk vissza, mindenki úgy nyúl vissza a régi szövegekhez, ahogy az érdekei kívánják. Az iszlám elterjedt. Három jogforrásról beszéltünk az előbb, a Koránról, a prófétai hagyományokról és a konszenzusról. És olyan területeket hódított meg, nem sokkal Mohamed halálát követően, mint a bizánci birodalom, jelenlegi Szíria, Egyiptom. Ahogy terjedt az iszlám, bejött két újabb jogforrás, ami az legtöbb vallás, a legnépesebb vallási iskolákban máig ott van. Az egyik a logika, a ráció, ami annak köszönhető, hogy a bizánci birodalomban jelentős görög iskolák voltak, és a görög hagyományok rációja adaptálódott az iszlámba, mint egy jogforrás, hogy az ember kilogikázhatja, hogy mi a helyes, leegyszerűsítve. A másik pedig a helyi hagyomány, a helyi tradíció. Az iszlám egy arab vallásként indult el, majd a későbbiekben nem arabok is áttértek különböző okokból. Ezeknek a népeknek viszont megvoltak a maguk tradíciói, kulturális hagyományai, amik abban az esetben, ha betűre nem voltak ellentétesek a Koránban leírtakkal, legitimitást kaptak, mert a mindenkori hódítóknak, mindenkori vezetőknek az a céljuk, hogy uralják a népet, nem az, hogy az agyát átmossák nekik, mindegy, hogy mi, pacifikálni kell a népet, működjön minden, a gazdaság, a társadalom, a többi az őket kevésbé érdekelte. Ilyen lett például, Keresztelő Szent János tisztelete Szíriában. Keresztelő Szent János nem egy muszlim hős, nincs benne a Koránban, viszont korabeli Szíriában olyan mélyen gyökerezett a tisztelete, hogy a mai napig muszlimok fohászkodnak a sírjánál. De egy kevésbé pozitív példát említsek, ilyen a női körülmetélés, ami egyes hámi területeken van jelen Afrikában, Felső Egyiptomban, Etiópiában, Szomáliában jellemzően. Ez egy iszlám és kereszténység előtti hagyomány, helyi kulturális örökség, ami ellen folyamatosan próbáltak fellépni kis motivációval a keresztény és muszlim vezetők, de olyan mélyen gyökerezik a helyi kultúrákban, hogy mai napig ott vannak, és mivel politikailag nem fontos a téma, ezért nem állnak bele ebbe olyan keményen a jelenlegi muszlim keresztény vezetők, mint kellene. Majd aztán az iszlám tovább terjedt, és ma már egy 1,7 milliárd főt számláló vallásról van szó. Azt látjuk, hogy jelen van Afrikában, Indonéziában, a Balkánon, Európában. Ezáltal egy végtelenül összetett és színes vallásról beszélünk, ami legalább annyira színes és összetett, mint a kereszténység. Hiszen attól, hogy például egy fülöpszigeteki hívő, a Fülöp-szigeteken keresztények élnek, Nigériában is élnek keresztények, és Lengyelországban is élnek keresztények, még nem feltételezzük azt, hogy a pusztán a vallási összetartozás elegendő arra, hogy egy közösségé formálja a nigériaiakat, fülöpszigetekieket és lengyeleket. Hasonló a helyzet az iszlám világban is, hogy számos identitási réteg van, ami miatt ez nehezen valósulhat meg. Itt a térképen a zöld részt látjuk. A zöld rész az a szunnita iszlám világ, hozzávetőleg lakosságszámban egy 80-90% az muszlim világnak a szunnita muszlim. A szunnita iszlám és a piros a síta iszlám. Amikor különbséget teszünk a szunnita és a síta iszlám között, gyakran arra vezetik ezt vissza, hogy amikor Mohamed meghalt, a szunniták azt mondták, hogy a korabeli hagyományoknak megfelelően ne a vérség számítson az öröklésben, ki legyen a kalifa, a követője Mohamednek, mert az uralkodásban, hanem a rátermettség, a síták azt mondják, hogy a vérség számít, egy hatalmi harc beindul, de hogyha valójában a lényegét meg akarjuk nézni, azt látjuk,
megint csak leegyszerűsítve, mert számos egyéb helyi specifikum van a dologban, hogy a síta iszlám világ, legalábbis a 12 imámos síta iszlám világ, az az elperzsásított iszlámot jelenti, hiszen amikor az iszlám meghódította a Perzsiát, ott már egy jelentős kultúra volt, egy hierarchikus kultúra volt, szemben a nem hierarchikus arábiai kultúrával, és egyszerűen ahhoz, hogy adaptálni tudják az új vallást, a saját képükre alakították. Ez olyan, mint ahogy Indiában vannak olyan hinduk, vagy bocsánat, indiai keresztények, akik mai napig úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus nem azért halt meg, hogy a bűneik alól felszabadítsa őket, hanem a rossz karma alól. Mert egyszerűen így tudják értelmezni a dolgokat, nem tudják kitörölni azt a kulturális örökséget, amiben éltek, csak azért, mert jön egy új hit. Hasonló a helyzet, a szunnita iszlám világ az decentralizált, mint a protestáns iszlám világ, vagy bocsánat, mint a protestáns világ, tehát azt jelenti, hogy számos vallástudó van, a hatalmuk helyben gyökerezik, helyben működnek együtt a mindenkori politikai hatalommal, egy időben számos egymástól független vélemény létezhet, a síta világ pedig centralizáltabb, perzsa vezetésű, ami persze nem jelenti azt, hogy nincsenek ellentétek politikai, gazdasági, egyéb okokból, például az iraki síták és az iráni síták között, és még akkor nem is beszéltünk az iraki síták közti különbözőségekről, amik mindig is általában húsba vágó reális okokból következnek, nem teológiai okokból. A teológia jellemzően inkább kiszolgálja az egyéb érdekeket. Tehát összefoglalva, hiába van 1,7 milliárd muszlim, az umma, vagy az iszlám nemzet, amit Mohamed megálmodott, az egy absztrakt fogalom, egy álom, leginkább azért, mert a muszlimok túl sok érdekellentéttel rendelkeznek, és túl sok rétegű az identitásuk. Gondoljunk itt a törökökre és a kurdokra, mindegyik a jellemzően szunnita muszlimok, még etnikailag is ránézésre hasonlók, mégis elég komoly feszültségek vannak. Van persze regionális identitás is, ami megosztja jellemzően helyi dinamika szerint a muszlimokat, de itt nem is csak a muszlimokról beszélünk, hanem arról, hogy például Egyiptomban a keresztények adott esetben sokkal inkább a helyi muszlim szomszédjaikkal működnek együtt, sem mint másokkal, tehát itt a helyi érdekek meghatározóak, és ugyanakkor a vérség is továbbra is meghatározó, tehát számos olyan eleme van, olyan rétege van az identitásnak az iszlám világban, ami lehetetlenné teszi azt, hogy ők majd együtt felkeljenek, vagy bármit politikailag elérjenek. És eljutottunk a második részéhez az előadásnak, ahol az alapvető fogalmakat tennénk tisztába. Tehát az iszlámról eddig láttuk, hogy ez egy összetett kultúra, vallás egyben és egy nehezen körülírható fogalom, de most beszéljünk inkább az iszlámnak a politikai vetületéről. Tehát amíg Mohamed élt, addig ő volt a közösségnek a vezetője, a törzsfő, a legfőbb vallási és politikai vezető egyben. Ahogy viszont meghalt, eljött a kalifáknak az ideje. A kalifáknál volt 4 kalifa, akit választás alapján, az arábiai hagyományok szerint kiválasztottak, látermettség és politikai erő alapján, majd utána Damaszkuszban megalapult az Omáját kalifátus. Az Omáját kalifátus az már a bizánci dinasztikus modellt vette át, tehát egy mekkai törzs volt az gyakorlatilag, aki ott ezt újra gondolta, és megalapította az első dinasztiáját. Majd a birodalom áthelyezte a fővárosát Bagdadba, ez volt az Abbaszida kalifátusnak az ideje, ahol különböző kalifa dinasztiák követték egymást. A mindenkori kalifa jellemzően hát egy vallási és egy politikai hatalmat is magáénak tudó ember, viszont a vallási döntésekben a kérdésről jellemzően a vallástudóknak a tanácsa döntött. A kalifának a státusza a későbbiekben 13. századtól kezdve egyre inkább kiüresedett, megtartották például az Oszmán Birodalomban is a kalifát egy bábnak, egy legitimáló erőnek, de politikai hatalma már nem volt innentől kezdve. Tehát azt látjuk, hogy az iszlám világban is a vallási és a politikai hatalom, mondhatjuk, hogy különvált, és ez viszont továbbra is együtt élt. Ez így van a mai napig is. Tehát, sokan azt hiszik, hogy a vallástudók azok, akik rákényszerítik a véleményüket az emberekre. Valójában azt kell tudni, hogy az iszlám társadalmak, és itt most nem csak a muszlim társadalmakról beszélek, hanem a nem nyugati társadalmakról, eredendően vallásosak. Ami azt jelenti, hogy az embereknek megvan az a túlvilági irányt igényük,
és ők és a vallástudóknak komoly társadalmi politikai erejük is van. Azt látjuk, hogy a mindenkori szultánok, elnökök, diktátorok, királyok szimbiózisban éltek a mindenkori vallási elittel különböző muszlim országokon belül. Ők a vallási elitet gazdaságilag, politikailag támogatták, azért, hogy a rivális vallási irányzatokkal szemben az ő szavuk érvényesüljön a mecsetekben például, a mecseteket politikai fórumként használják egyébként a mai napig, cserébe a vallási elit legitimálja a politikai hatalmat. Ez jelenthet adott esetben egy politikai állásfoglalást is, tehát az általában a muszlim országokban, a pénteki imában elmondják, hogy mely politikai vezetőnek van igaza, melynek nincs igaza. Ez mindig az adott érdektől függ, tehát azt látjuk, hogy például Szaúd-Arábiában még egy évtizeddel, vagy 5 évvel ezelőtt is folyamatosan a palesztinokért fohászkodtak, és a palesztinok győzelmért fohászkodtak a mecsetekben. Most, hogy Szaúd-Arábia nyit Izrael irányába, valahogy elfelejtették ezt a témát, és most sokkal inkább a béke fontosságát hangsúlyozzák, amiben, és olyan példákat hoznak fel, ahol azt mondják, hogy hát Mohamed is milyen békében élt különböző zsidó nemzetségekkel, és hogy ez a jövő. Ez egy politikai döntés, persze vannak ártatlanabb témák is, például a szárazság, az energiahiány eléri jellemzően a közel-keleti országokat is, legfőbbképpen nyáron, amikor borzasztó hőség van. És jellemző, hogy a különböző mecsetekben a pénteki imánál, miután az imám megkapja a telefont a vallásügyi minisztériumból, és ne felejtsük el, hogy a vallástudók jellemzően állami alkalmazottak, megkapja az imám a telefont, hogy szólni kellene az embereknek, hogy ne pazarolják az áramot, mert különben baj lesz, és akkor az imám bemondja, vagy a péntek ima során elmondja, hogy Allah hatalmas és irgalmas és minden jót megad a híveknek, egy dolgot kér, hogy a jó hívő ne pazarolja el Allahnak az ajándékát, ergo kapcsolja ki a légkondit, amikor nincs rá szüksége. Tehát azt látjuk, hogy a világi üzenetek nagyon is megjelennek a mecsetekben, egy szakrális köntösbe csomagolva. Viszont, hogyha az iszlamizmusról beszélünk, akkor és az iszlamizmusnak a kezdetét szeretnénk megérteni, akkor vissza kell mennünk a 13. századi Bagdadig, amikor is Bagdadot egyébként hasonlóan Magyarországhoz elérte a mongol hódítás. A mongol hódítás volt, ami egy klimatikus és gazdasági folyamatot betetőzve tönkreverte a virágzó, vagy akkor már éppen hanyatló muszlim birodalmat, és ekkoriban, ebben az űrzavaros időszakban, amikor a centralizáció kezdett széthullani, gazdasági válságból társadalmi válságtünetek jelentek meg, lépett elő Ibn Taymiyyah, aki egy vallástudó volt, és ő volt az első olyan ember, olyan vallástudó, aki azt mondta, hogy az iszlámnak igazából egyetlen egy helyes értelmezése van, nyilván az, amit ő annak gondol, vagy amit ő mond, és aki ebben nem tartozik bele, az hitetlen, az ellen legitim harcolni. De miért mondta ezt Ibn Taymiyyah? Hát egyrészt válság volt, olyan válságos idők voltak, amikor valamilyen vallási köntösben is megoldást kellett találni a kihívásokra. Másrészt tudni kell, hogy a mongolok, akik Bagdadot ostromolták, majd elpusztították, szintén muszlimok voltak, csak a maguk sztyeppei hitvilágát keverték be az iszlámba. Ezek mind olyan hagyományok voltak, amik nem voltak kompatibilisek feltétlenül az abbaszida birodalom által képviselt, vagy abban jellemző irányzatokra. És hatalmi harcok léptek elő, számos különböző muszlim szekta volt a közel-keleten, ezek a szekták politikailag nem ahhoz az uralkodóhoz voltak lojálisak, akit Ibn Taymiyyah preferált, és Ibn Taymiyyah azt mondta, hogy ellenük is fegyveresen fel lehet lépni, hiszen hitetlenek. Ibn Taymiyyahra nagyon gyakran hivatkoztak a 20. század iszlamista, különböző iszlamista irányzatainak a hívei gondolkodói, de mint láttuk, az is egy politikai és gazdasági kontextusból eredezett radikális értelmezés volt. Az iszlám világot, és most az iszlám világban az arab világot értem, azon belül Egyiptomot. Tudni kell, hogy Egyiptom a legnépesebb és sokáig legbefolyásosabb arab ország volt. Az arab kulturális központ volt az elmúlt évszázadokban, a hatása pedig az ottani Al-Azharon keresztül, amely egy tekintélyes szunnita vallási iskola, eljutott egészen, tehát Dél-Kelet-Ázsiáig, egy nagyon meghatározó központról van szó. Viszont az Egyiptomot a
és ezáltal az arab világot és az iszlám gondolkodást sokként érte 1798, amikor is megjelentek Napóleonnak a seregei Egyiptomban, majd nagyon gyorsan tönkreverték az ott uralkodó mamlukokat. A mamlukokról tudni kell, hogy szintén muszlimok voltak, török származásúak, ezáltal az egyiptomi társadalom őket sem szerette különösebben, különösen mert hát mint az idegen dinasztiáknak nekik is az volt a céljuk, hogy a maguk klientúráját jól lakassák, az átlagos egyiptomiakat nem feltétlenül preferálták vagy juttatták különböző javakhoz. Megjelent Napóleon, és Napóleon egy új időszámítás kezdetét jelentette. Érdekes egyébként, hogy Napóleonnak az emléke nagyon vegyes az egyiptomi és az arab gondolkodásban. Van, aki úgy tekint rá, korabeli forrásokra is hivatkozza, mint aki a kolonializmusnak az előfutára volt. Mások pedig úgy tekintenek rá, mint a modernizációnak az első letéteményese Egyiptomban. Korabeli feljegyzések is bizonyítják, hogy az emberek el voltak alélva a kenyér minőségének a javulásától, mert egyszerűen az európai malomtechnika megjelent Egyiptomban. Tehát még jobban is preferálták sok esetben a helyiek a franciákat, mint a mamlukokat, akikkel elméletileg hittestvérek voltak, de a későbbiekben persze minden újraértelmeződött adott politikai kontextusnak megfelelően. Viszont Napóleon nem csak malomtechnikát hozott, nem csak a seregei jöttek, hanem jöttek vele szerzetesek, és jöttek vele ezáltal különböző missziók is, európai missziók, és Egyiptomban, majd a későbbiekben Szíria, Libanon területén szerzetesek, egyházi személyek által üzemeltetett nyugati típusú oktatási intézmények jöttek létre. Ezekben az oktatási intézményekben jellemzően egyébként a helyi keresztény, nagyobb részben a helyi keresztény, és kisebb részt a helyi szunnita muszlim elit gyermekein keresztül megjelentek a különböző európai gondolatok a Közel-Keleten. Ezek a gondolatok a 19. század végén alakultak át gyakorlatilag teljes iskolákká, amikor is a neves muszlim és keresztény arab gondolkodók Egyiptomban, illetve Szíriában, Libanonban feltették maguknak a kérdést, azt a kérdést, ami mai napig meghatározza az arab gondolkodást. Hogy miért rosszabbak ők, miért vannak ők elmaradva Európához, a nyugathoz képest. Erre kétféle válasz érkezett, sokféle válasz, de két nagy csoportból hozhatóak ezek a válaszok. Az egyik azt mondta, hogy azért, mert az arab világban nem ment végbe a nemzetek kialakulása. Itt elsősorban francia, de legalább ennyire a török mintára gondoltak, ahol az ifjú török mozgalmon keresztül megjelentek a nacionalista mozgalmak, és azt mondták ezek a gondolkodók, hogy tehát meg kell alapítani a nemzet fogalmát az arab világban, és különböző elképzelések voltak. Valakik azt mondták, hogy az egész arab világ, mindenki, aki arabul beszél, az egy nemzetnek a tagja. Valaki azt mondta, hogy kisebb kulturális egységek vannak, például Szíria, nagy történelmi Szíria, amiben beletartozik Libanon, Szíria, Jordánia, Iraknak egy része, palesztin területek, az egy nemzet. Különböző elképzelések voltak. Ezt a nemzeti elképzelést nagyobb részt egyébként keresztény gondolkodók képviselték, leginkább azért, mert az akkor még oszmán fennhatóság alatt álló arab területeken a keresztények noha gazdaságilag jellemzően privilégizált helyzetben voltak, és magas műveltségű emberek voltak, és részei voltak a társadalomnak, politikailag volt egy üvegplafon a fejük felett, amit egyszerűen nem léphettek át, mert keresztények voltak, és az oszmán birodalom jellemzően a helyi szunnita elitre támaszkodott. És itt voltak a muszlim gondolkodók, elsőként Jamaluddin al-Afghani, illetve Mohamed Abdu, akik azt mondták, hogy nem, azért van elmaradásban az iszlám világ az arab világ, mert letért az Isten által kijelölt útról. Ami azt jelenti, mi a megoldás akkor? Vissza kell térni a Mohamed által kijelölt úthoz. Ami azt jelentette, ezt nevezik egyébként az iszlám reform mozgalomnak. A reform itt azt jelenti, hogy vissza a gyökerekhez, tehát vissza a Koránhoz, vissza a prófétai tradíciókhoz, és ennek fényében kell megalkotni a muszlim ummának a dicsőségét újra. Tudni kell, hogy kezdetekben ez nem volt nyugatellenes. Mohamed Abdu, amikor Párizsban járt,
a feljegyzéseiből be azt írta be, hogy Egyiptomban ő muszlimokat látott iszlám nélkül, Párizsban viszont iszlámot látott muszlimok nélkül. Ami azt jelenti, hogy mindaz a társadalmi szolidaritás, az a fejlettség, az a kultúra, amit ő Franciaországban látott, számára egy olyan univerzális érték volt, amit az iszlám képviselt. És ezeket az értékeket ő Egyiptomban, a saját társadalmában nem látta meg. Ezek akkoriban folyóiratokban, különböző kiadványokban éltek ezek a gondolatok, míg nem jött a 20. századnak az első fele, amikor ezekből a gondolatokból kiindulva politikai mozgalmak jöttek létre. Mint az előbb már erről szó volt, a mindenkori muszlim vallástudók és a mindenkori muszlim országokat vezető politikusok szimbiózisban éltek. A 20. században azonban jellemzően a kolonializmussal szembeni harc jegyében megszülettek különböző iszlamista irányzatok. Ezeknek nagy általános jellemzője, hogy a képviselőik nem minden esetben rendelkeztek vallási végzettséggel. Például Hasanul Benne, a muszlim testvéreknek a megalapítója, egy középiskolai tanár volt, Maududi, ő egy újságíró volt, többieknek volt egyébként vallási végzettsége, de azt kell látni, hogy éppen azért, mivel ők általában kívülről érkeztek, és külsősként mondták el az elképzeléseiket vallásjogi témákban, a mindenkori muszlim vallástudó elit gyanakodva tekintett rájuk, és a maguk hatalmának, autoritásának a megkérdőjelezőit látta bennük, és éppen ezért kéz a kézben a világi hatalommal jellemzően fel is lépett velük szemben. Természetesen a kolonializmus elleni harc jegyében ez sok esetben árnyaltabb volt, például a muszlim testvéreket, már nem Bennát, hanem az ő követőit, Nasser elnök be is akarta venni a kormányba, azért, hogy egy ilyen nemzeti konszenzus teremtsen, aztán ez nem így alakult. Pakisztánban azt látjuk, hogy a Jamaatul Iszlámnak a vezetői még Gandhival is együttműködtek, és mivel Pakisztán azért alapult meg, hogy az indiai szubkontinens muszlimjainak legyen egy országuk, nem voltak meghatározó helyi vallási iskolák, ott még volt is egyfajta együttműködés, de jellemzően azt látjuk, hogy a mindenkori arab és muszlim kormányok küzdenek a különböző iszlamista irányzatokkal ellen, egyszerűen azért, mert nincs igazából hely a számukra, megzavarják a helyi struktúrákat, megkérdőjelezik az emberek lojalitásának a szükségét a kormány irányába. Tehát azt látjuk, hogy az iszlamistákkal szembeni harc az jellemzően azért a muszlim országokban zajlik a legkeményebben. Egyébként sikeres iszlamista irányzat, mondjuk az iráni iszlám forradalom, 79-ben Khomeini ajatollah hatalomra került Iránban, azóta is gyakorlatilag azt az irányzatot, a vilájatul fakih, a vallástudóknak az uralmát látjuk Iránban. Ott sikeresnek tekinthető, a többi muszlim országban jellemzően nem. De miért tudnak a különböző iszlamista szervezetek működni? Mi a táptalajuk? Hát jellemzően akkor tudnak terjeszkedni, amikor van valamiféle társadalmi válság, amire az adott hatalom nem tud válaszolni. Egyiptomban a muszlim testvérek úgy tudott megerősödni, még a Mubarak elnökség alatt, 11-ben lett ennek vége az úgynevezett arab tavasz idején, hogy voltak hatalmas magukra hagyott tömegek a társadalmon belül, akiknek a muszlim testvérekhez kötődő jogászok, orvosok ingyen szolgáltatást nyújtottak, kiépítették a maguk klientúráját, informális hálózatait, és be tudták a magukra hagyott tömegeket vonzani. Egyébként a muszlim testvérek azt mondják, hogy nem a hatalmat kell átvenni, hanem a társadalmat újra iszlamizálni, aminek az lesz az eredménye, hogy majd lesz egy muszlim hatalom valamikor valahogy. Nincs konkrét doktrinájuk, mindenhol helyi sajátosságokhoz adaptálódnak. Tehát azt látjuk, hogy az iszlamizmusnak a térnyerése az jellemzően válsághelyzetekben jelenik meg, és különösen a radikális, fegyveres iszlamista mozgalmakról mondható ez el. Ezen a térképen a 1992-től napjainkig látjuk, hogy a pirossal megjelölve, hogy hol voltak radikális, vagy hol voltak fegyveres cselekmények, iszlamista cselekmények, mely országokban jellemzően. És most megint nem szeretném leegyszerűsíteni, de mutatnám a következő térképet.
A következő térkép, ez már egy nagyobb térkép, de erre a részére koncentráljunk, azt mutatja, hogy mely országok azok, amelyek a leginkább kitettek a klímaváltozás gazdasági, társadalmi következményeinek, mely országokban megy tönkre embereknek az egzisztenciája a szárazság miatt, és mely országokban kényszerülnek ezáltal milliók, százezrek elhagyni a lakóhelyüket és peremvárosokra menni, tehát elszakadva a saját kultúráitól. Tehát ha megnézzük alapvetően a két térképet, azt látjuk, hogy igen, nagy összefüggés van e közt, tehát nem a vallási radikalizmus az, ami megmérgezi az emberek elméjét, hanem van egy társadalmi válság, amire rátelepednek a radikális mozgalmak. Európában, nyugati kontextusban ez a radikális ideológiák képében szokott megjelenni. A keleti világban, ahol vallásosak eredendően az emberek, sokkal inkább vallási radikalizmus formájában, de nem mindenhol, valahol ott is, például törököknél a nacionalizmus szokott erősödni. És akkor eljutottunk a harmadik részéhez az előadásnak, amiben azt taglalnánk, hogy hogyan alakult át az iszlámmal kapcsolatos diskurzus, és mi van most Európában migráció és iszlám kapcsán. A hidegháború végével egy vákum keletkezett. Az Egyesült Államok, mondhatjuk, hogy megnyerte a hidegháborút, és ellenség nélkül maradt. A korabeli eszmetörténeti keretrendszerben ez azt jelentette, hogy a liberális demokrácia legyőzte a kommunizmust, ami miatt gyakorlatilag bebizonyosodott a liberális demokráciának a felsőbb rendűsége. Két nagy munka volt, ami meghatározta a korabeli angol szász gondolkodást, és ezáltal nagy hatással volt a teljes nyugati világra, illetve a világnak gyakorlatilag minden részére. Az egyik Francis Fukuyamának a Történelem vége című munkája, amit ő azóta már bevallotta, hogy ez nem jött be, ahogy ő ezt elképzelte, amiben azt fejti ki, hogy mivel a liberális demokrácia maradt az egyetlen működőképes modell gyakorlatilag, a történelem vége akkor jön el, ha minden országban ez bekövetkezik, és akkor eljön a teljes béke. Ez volt többek közt, ami megalapozta az iraki háborút, mert ott is liberális demokráciát szerettek volna az amerikaiak, aztán ez picit máshogy alakult. A másik meghatározó munka Samuel Huntingtonnak a Civilizációk harca című műve volt, egy cikkből fejlesztette ezt egy könyvé, amiben megállapítja, ellentmondva Fukuyamának, hogy valójában nem a béke köszönt be, hanem most jön csak az igazi nagy harc, amikor civilizációk feszülnek egymásnak, és ez sokkal nagyobb lesz, mint a kétpólusú küzdelem lesz, mint a kétpólusú világ közti harc. Huntington felosztotta a világot különböző civilizációs területekre, és megállapította, hogy mindezek közül az iszlám világ az, aminek a legvéresebbek a határai. Azt egyébként Huntington kihagyta, hogy az iszlám világ határainál sokkal véresebbek az iszlám világnak a belső részei, éppen a már említett okokból forráshiányos területekről beszélünk, olyan területekről beszélünk, ahol a forrásokért való harc rendszeres, sok olyan országról beszélünk, ahol a társadalmi szolidaritás az nem a posztkoloniális országhatárokon belül van meg, hanem aznak alcsoportjai lojálisak a magukéhoz, a többieket jellemzően kevésbé részesítik az előnyökből. Tehát azt látjuk, hogy Huntington igen megállapította, hogy hát igen, tehát a világ az nagy kultúrákból áll, és ezek szükségszerűen harcolni fognak egymással, és ez a harc már zajlik is. Úgy tűnt, hogy az iszlám vonatkozásában Huntingtonnak igaza van, hiszen 1979-ben a már említett Khomeini ajatollah átvette a hatalmat Iránban, meghirdette az iráni iszlám forradalomnak az exportját, ez jellemzően egyébként a síta területeknek az iráni hatalomnak a síta területekre való kivetítését jelentette. Megalakult 82-ben a Hezbollah Dél-Libanonban, részben egyébként az jelentős részben az iráni iszlám forradalom inspirációjára, és onnan támogatást kapva. 87-ben a korábban domináns palesztin felszabadítási szervezet, egy nacionalista baloldali szervezet mellett megjelent a Hamas, ami a muszlim testvéreknek a palesztin ága, és 96-ban hatalomra került az első tálib kormány Afganisztánban.
Igen ám, de hogyha megnézzük mindezeket a mozgalmakat, csoportokat, azt látjuk, hogy mindez még továbbra is, noha mindegyik egy muszlim univerzalitást hirdet, és mindegyik az iszlám nemzetről beszél, valójában, politikájában, alkotmányában nagyon is lokális. Iránban például azt látjuk, hogy az iráni iszlám forradalom az a hagyományos iráni hatalmi politikának a folytatását jelenti a Közel-Keleten, leginkább a Közel-Keleten, Közép-Ázsiában. Az iráni iszlám köztársaság alkotmánya elméletileg minden muszlim számára lehetővé teszi, hogy az iráni iszlám köztársaság polgára legyen, de hát az elnök az továbbra is csak perzsa lehet. Tehát az univerzalizmus már is bukik. A Hezbollahról azt látjuk, hogy noha szintén muszlim univerzalizmusról beszélnek, de valójában ez egy libanoni struktúra, ami a libanoni klán alapú társadalomnak és felekezeti alapú társadalomnak az eredménye. Libanonról tudni kell, hogy különböző, egy mesterségesen összerakott országról van szó. Szunniták, síták, drúzok, különböző keresztény felekezetek lakják. Hagyományosan minden felekezetnek megvan a külföldi patrónusa, a maronita keresztények a franciák felé néznek, a drúzok sokszor az angolok felé, vagy mások felé, és a szunniták az gazdag öbölországok és a törökök felé. A sítáknak sokáig nem volt patrónusa, hát itt lett. És gyakorlatilag a Hezbollah logikáját, működését tekintve egy nem sokban különbözik a libanoni keresztény falangistáktól, hogy hogyan áll, milyen funkciókat tölt be a társadalmon belül egy gyenge államhatalom ernyője alatt. A Hamaszról azt látjuk, hogy noha muszlim testvérek ből jött létre, mégiscsak egy palesztin nacionalista szervezetről van szó, ami pont ugyanazt akarja, mint a Fatah, de hát a vallási vetülettel megkülönbözteti magát, de nem gondolkodik a maga határain túl. A tálib kormányról pedig azt tudjuk, hogy a tálib vezetés az a hagyományos pastú hatalomgyakorlásnak a folytatása Afganisztánban, mindig is a pastuk voltak jellemzően a pastuk voltak a domináns etnikum Afganisztánban, majd aztán jött a szovjet háború, a pastuk egy jelentős része menekültáborokba kényszerült, ott aztán vallási alapon különböző irányzatok segítségével újra szervezték magukat, és folytatták azt a pastu hatalmi politikát, ami lényegében előtte is volt, korábban a hazarákat etnikai alapon írtották, ezután vallási alapon, mert hogy történetesen nem csak mongolitok a hazarák, hanem még síták is. De gyakorlatilag a látszólag iszlamista mozgalmak jellemzően mégiscsak nacionalista vagy nemzeti keretrendszerben működtek nagyon sokáig. Az európai, de sokkal inkább a tengeren túli diskurzusban egy nagy válaszvonal a szeptember 11-ében két jött el, amikor is az Egyesült Államok támadást szenvedett el, ez egy nagy sok volt az Egyesült Államokban, ami megúszta mondhatni békében a második világháborút, legalábbis csak más frontokon harcolt. Amerikai földön támadtak amerikaiakat. És feltették a kérdést, teljesen logikus kérdést az amerikai véleményformálók, mint ahogy a társadalom is, hogy miért gyűlölnek bennünket. Természetesen a válaszok nem vákumba érkeztek. Visszavetíthetőek leginkább Samuel Huntington civilizációk harca elméletére, illetve arra az elképzelésre, hogy a korabeli 90-es, 2000-es évek amerikai gondolkodásában az iszlámot, mint a hidegháborús keretrendszerben értelmezték, mondván az iszlám az egy ideológia, ami, mint a kommunizmus, nemzeteken felül át ível és ellenséges a nyugattal. A bonyolult kérdésre, hogy miért gyűlölnek minket, hát a bonyolult kérdésekre a média jellemzően nem szeret bonyolult válaszokat adni, mert korlátozott a műsoridő, és sokkal nagyobb szerepe van és sokkal nagyobb tere van az egyszerű válaszoknak. Hirtelen előtűnt úgynevezett iszlám szakértőknek egy új generációja. Tudni kell, hogy az orientalizmusnak hatalmas hagyománya van, gondoljunk Magyarországon Goldziher Ignácra, Germánusz Gyulára, de akár még előtte Vámbéry Árminra. Ennél a németeknél, angoloknál sokkal nagyobb hagyománya van, vagy legalább a gyarmati múlt miatt nagyobb tétje volt a közel-kelet kutatásnak, hatalmas felhalmozott tudás van a nyugati könyvtárakban az iszlámról, adott muszlim társadalmakról, és ez folyamatosan bővül. De a médiában megjelentek azok az úgynevezett szakértők, akik ezt nagyon leegyszerűsítve válaszolták meg. Picit hasonlóan az iszlamista gondolkodókhoz azt mondták, hogy azért, mert hát nézzük meg a Koránt, nézzük meg a prófétai hagyományokat, és ami ott van szó szerint, jellemzően ők nem beszélnek arabul, tehát ők az angol fordításokat veszik alapul, azt ők
azt mondják, hogy ezért, hogy a Korán szövegével magyarázható bármi, ami az iszlám világban van, a nyugatellenesség, stb. Mint azonban eddig láttuk, a szövegek nem önmagukban élnek, hanem értelmezésükben, és mindig is az adott kontextuson és az erőviszonyokon múlik, hogy mit, hogyan értelmeznek, de ez alapvetően nem zavarta ezt a generációját az önjelölt muszlim szakértőknek, jellemzően nem volt előképzettségük, tehát például Bill Warner, ő magyarul is elérhetőek sajnos a füzetei, ő egy fizikatanár, Robert Spencer egy újságíró, Ibn Warraq szépíró, de mégiscsak jelentős autoritásra tettek szert, és mivel egyszerű az üzenetük, könnyen is elterjedt. De hogy jutott el alapvetően ez a fajta elképzelés Európába, ez a civilizáció harcos elképzelés? Európában, mint a térképen is látjuk, jelentős muszlim kisebbségek vannak, és nagyon gyakran vannak társadalmi feszültségek a bevándorlók és a már ott élők között. És természetesen vannak történelmi tapasztalatok is, Magyarországon az oszmán múlt, a nyugati részén Európának a morhódítás, ami miatt ez a narratíva alapvetően meg van ágyazva, de mégiscsak egy újszerűen jelent itt meg. Ez a kép, vagy ismeri-e valaki ezt a filmet? Látta-e valaki? Ez a Gyűlölet című 1995-ös francia film, ami megváltoztatta gyakorlatilag a francia közbeszédet a bevándorlással kapcsolatban. Egy külvárosban játszódik, párizsi külvárosban, ahol három fiatalon keresztül mutatja be, bevándorló gyökerű fiatalon keresztül, hogy miképpen idegenedik el egy új generációja bevándorlóknak nem csak a többségi társadalomtól, hanem a saját közegétől, és hogyan csap át céltalan erőszakba az ő integrációjuknak a hiánya. Igen ám, de ebben a 95-ös filmben hát három karaktert látunk, az egyik egy magrebi zsidó fiatalember, a másik egy magrebi, valószínűleg algír muszlim fiatalember, és egy neve alapján keresztény afrikai fiatalember, akik a külvárosban mindannyian ott voltak, gyakorlatilag egy közösséget alkotva. Tehát a probléma, amit a bevándorlásnak nevezünk, vagy ami a bevándorlással jár, az ebben még a 90-es években nem vallási kontextusban volt értelmezve. Sőt, korábban sem. Enoch Powell, brit konzervatív politikusnak az 1968-as Vérfolyamok című beszédét idézném fel, amikor is Enoch Powell azt mondta, hogy ebben az országban 15 vagy 20 évnyi idő múlva a fekete ember fogja az ostor sóoktatni a fehér ember fölött, mondta 68-ban. Amivel egyébként egy jogos félelmét fogalmazta meg, foglalta össze a brit társadalomnak, hiszen ez volt az az időszak, amikor a volt gyarmatok lakói a karibi térségből, Pakisztánból, máshonnan elkezdtek tömegével áramlani Nagy-Britanniába, és jellemzően vetélytársai lettek a hagyományos brit munkásosztálynak. Igen ám, de Powellt, mint ahogy a későbbiekben a más hasonló bevándorláskritikus gondolkodókat is, nagyon hamar utolérte a rasszizmusnak a vádja, hiszen a fekete ember fogja az ostort sóoktatni. Gondoljunk az idősebb Le Penre, nem a lányára, ő már egy új generáció, az idősebb Le Penre, aki szintén feketében, fehérben és arabban gondolkodott, ami olyan politikai tabukat sértett, amik a világháború utáni Európában, de különösen a 68 utáni Európában tabuk voltak, és ezáltal ezek a politikusok egy politikai karanténben találták magukat. És mivel azonban a probléma nem oldódott meg, a bevándorlás, tömeges bevándorlás folytatódott, a társadalmi feszültségek továbbra is jelen vannak Nyugat-Európában, felnőtt a politikusoknak egy új generációja, aki immár maga mögött hagyja ezt a politikai tabut. Ilyen például Geert Wilders Hollandiában, mellett egyébként Hirsi Alit látjuk, aki egy szomáliai származású hölgy, aki jellemzően iszlám kritikusan szokott megszólalni, részben egyébként, sőt mondhatjuk, hogy támogatást nyújtva ideológiailag a holland és az európai bevándorlás ellenes erőknek. Tehát az új generáció gyakorlatilag a már említett és felvezetett gondolatrendszert követve azt mondja, hogy nem a bevándorlással van a probléma, nem azzal, hogy színes emberek vannak az utcán, hanem azzal, hogy muszlimok. Ami
egy legitim vélemény természetesen, de gyakorlatilag ez a problémának az újracsomagolása sok esetben azt jelenti, hogy ezek az emberek politikai érdekből próbálják eladni, szalonképessé tenni a maguk jogos bevándorláskritikus álláspontját. És valóban egyébként tény és való, hogy vannak olyan igazságai ezeknek a politikai erőknek és gondolkodóknak, amit nehéz elvitatni. Hogy Európában megváltozott, Nyugat-Európában legalábbis megváltozott az utcakép az elmúlt időszakban. Gondoljunk a fejkendő körüli diskurzusra Franciaországban, bármely nyugat-európai országban gyakorlatilag. És tény is való, hogy a bevándorlókon keresztül megjelent egy, a fejkendő vitáról elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag nem csak a fejkendőről szól, hanem arról, hogy kinek a zászlaja lobog a köztereken. Kinek a kultúrája dominálja a köztereket, ennek egy emblematikus leképeződése a fejkendő. De tegyük hozzá, hogy a nyugat-európai diskurzusban azt lehet mondani, hogy túl sok a fejkendős nő az utcán, de az, hogy túl sok a színes ember, azt nem. De gyakorlatilag hasonló problémáról van szó, tehát ugyanarról a bevándorlás körüli és kulturális kérdésről van szó, mint a másik esetben. A félelem másik oka, ami megint csak egy legitim félelem, az, hogy az elmúlt időszakban, elmúlt évtizedekben egyes diaszpórákat küldő országok, Törökország, Marokkó, elkezdték mobilizálni a saját diaszpóráikat nyugaton. Marokkóban egyébként, Marokkó esetében ez kevésbé problematikus, többek közt azért, mert Marokkó nagyon ki van szolgáltatva gazdaságilag azoknak az európai országoknak, ahol marokkói diaszpórák vannak, Hollandiának, Franciaországnak, Spanyolországnak. Tehát a marokkói kormány az jellemzően abban mutatkozik partnerként, hogy ők majd segítenek pacifikálni a marokkóiakat, segítenek a hagyományos marokkói, szúfi, kulturális, iszlám irányzatokon belül elejét venni a terrorizmusnak. Ők nem szólnak bele, hogy szerveződik, arra szavaznak a marokkóiak, akire akarnak. A törököknél ez viszont teljesen máshogy néz ki. 2002 óta az AKPÁRT van hatalmon Törökországban, és kőkemény diaszpóra politika indult meg török részről. Tudjuk azt, hogy Erdogan elnök a mindenkori választásokon népszerűbb a németországi törökök körében, mint Törökországban. Érdekes egyébként, Magyarországon ez nincs így, amikor az elnöki jogkör alkotmányos kiterjesztéséről volt szavazás. Magyarországon, ha jól emlékszem, 24-5%-a a törököknek szavazta ezt meg. Németországban több mint 70, közel 80, abból azokból kifolyólag, hogy a magyarországi törökök jellemzően kurdok, és ők nem szeretnék Erdogánt olyan erővel Törökországban látni, mint a törökök Németországban, de tény és való, hogy megindult a diaszpóráknak a mobilizálása, és ezáltal ez egy politikai veszélyt is jelent egyben, különösen, hogy a török kormány már nem csak etnikai alapon mobilizálja a törököket, hanem a muszlimokhoz szólva Erdogan elnök minden muszlim védelmezőjének a képében tetszeleg, ami egyébként mindenhol csak olyan szinten működik, ahogy a helyi kormányok hagyják. Hollandiában például, amikor a török külügyminiszter kampányolni akart menni a Rotterdamba és Hágába, nem engedték a holland hatóságok, majd törökök demonstráltak, és amikor nem mentek haza a rendőrök felszólítására, akkor szétgumibotozták őket. Ez egy egészen más hozzáállás, mint amit mondjuk Németországban látunk, vagy Franciaországban, ahol nagyobb teret hagynak ennek, talán kényszerből is. Tény és való ugyanakkor, hogy ez a fajta mobilizáció, ez problémás az európai országok számára. A harmadik ok az, hogy éppen azért, mivel Európában a hagyományos muszlim vallási iskolák, amelyek kötődnek a mindenkori muszlim országok politikájához, kevésbé tudnak releváns üzenetet adni az Európában élő diaszpóráknak, illetve ezzel párhuzamosan a már említett muszlim testvérek és egyéb iszlamista szervezeteknek a képviselőit üldözik a muszlim országokban, Európa viszont sokat befogadott politikai menekülként. Európában is megjelentek azok a radikális irányzatok, amelyek a kultúrától, a népi kultúrától elszakított iszlámot preferálják, amit azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy marokkói ember Marokkóban nem gondolkodik a maga iszlámján. Ő él egy adott településen, fohászkodik a helyi szúfi szentnek a sírjánál, elmondja a Korán első szúráját nagyapja sírjánál,
ő megéli a vallásosságát egy népi kultúrának a keretein belül. Ha ugyanezt a marokkóit, pláne a gyerekét áttesszük Rotterdamba, ott már egészen más a helyzet, mert ott a kulturális része kilúgozódik, és egy idő után jön a kérdés, hogy akkor kicsoda ő. Hát marokkói, olyan nincs, hogy marokkói, mert jellemzően itt berberekről van szó, akik a hegyekben élnek, és klán alapon szerveződnek, és akkor, tehát ő nem is jó részben, persze marokkói, de mégsem igazán, hollandá nem vált, mert hát tükörbenézés nem holland, meg a holland társadalom sem fogadja el feltétlenül. Mi maradt neki? Muszlim. Valami egy olyan irányzat, most már nevezhetjük ideológiának, ami alapján ő megtalálja a kellő önbecsülést. És innentől kezdve ez egy problematikus folyamat, hiszen az iszlamista mozgalmak a diaszpórán belül jellemzően egyébként periférikusak. A muszlim közösségeken belül Európában sokkal jellemzőbb a vallás elhagyása, mint a radikalizálódás. Egyébként ez egy félelem a diaszpórák idősebb generációi részéről is. De megjelentek ezek az irányzatok, amelyek nincs társadalmi felelősségük. Innentől kezdve nagyon könnyen nyilatkoznak különböző önjelölt hitszónokok az iszlám nevében, amiket nagyon jól felkap a média. Pár fiatal, korábban drogkereskedelemmel foglalkozott fiatalember Lutonban összejön és sharia őrjáratot tart, ezt felrakják a YouTube-ra, amiknek megy a híre nemzetközileg, és jellemzően egyébként ez magukkor a muszlim közösségen belül is feszültséget kelt, de tény és való, hogy az európai liberális keretrendszer lehetővé teszi azt, hogy mindenki olyan irányzatot kövessen, amilyet akar, és sok gazdája lesz az iszlámnak hirtelen. És hát akkor és jön a legnagyobb probléma, a terrorizmus, hiszen azt látjuk, hogy sok radikalizálódott, nem sok, azt mondjuk, hogy elenyésző számú, de veszélyes fiatalember, aki korábban felhagyott a nihilista európai életével, korábban sok esetben drogfogyasztókról van szó, olyanokról, akik kevésbé iskolázottak, újjászületnek, megtalálják az életüket a vallásban, és a maguk személyes életének a személyes attitűdből és társadalmi közegéből adódó radikális attitűdét átcsatornázzák egy vallási radikalizmusba, aminek láttuk a nyomait a 2016-ban, 2017-ben számos európai nagyvárosban, és tudjuk azt, hogy igen, ezek az emberek az iszlám nevében tették, amit tettek, és mivel az iszlám teljesen heterogén, nincs egy vezetője, nincs már kalifa, nincs, tehát mint a protestáns világ teljesen mozaikból áll össze, ugyanolyan legitim az ő vallási értelmezésük, mint a békés szúfi sejké. És nyilatkozhatnak az iszlám nevében, gyilkolhatnak az iszlám nevében. Ugyanakkor, és akkor visszaugorva a diskurzusra, az iszlám körüli közbeszédre, jön a kérdés, a terrorizmusról tudjuk, hogy az most Európában egy muszlim specifikus dolog, bár tény és való, hogy éppen ma a TEK egy norvég fiatalember tartóztatott le Budapesten, terrortámadás előkészítésének a vádjával, de ettől még egyébként az igazság, muszlim specifikus probléma a terrorizmus. Ott van a többi kérdés viszont, a többi problémakör, amit hajlamosak sokszor az iszlám számlájára írni egy leegyszerűsített diskurzusban, de lehet, hogy ennél összetettebb a dolog. A párhuzamos társadalma kiépítése. Azt mondják egyes politikusok, hogy az, aki muszlim, az nem lehet lojális a világi hatalom, vagy az európai hatalom felé, stb. Igen ám. De azt látjuk, hogy ugyanilyen párhuzamos társadalmak épülnek ki a szikek körében, a különböző karibi térségek lakói körében, hinduk körében, mert egyszerűen arról van szó, hogy egy kollektív társadalomnak a tagjait, ha áthelyezzük nagy tömegileg egy individualista társadalomba, akkor közszükségszerűen párhuzamos társadalmat alakítanak, mint mondjuk az olaszok az Egyesült Államokban a 20. század elején, meg későbbiekben is. Tehát a párhuzamos társadalom képítése az egy kulturális kérdés, kollektív vagy individualista társadalom. A másik, közterek feletti hatalom átvétele. Hát valóban, ahol sok, különösen alacsonyabb társadalmi osztályból származó muszlim jelenik meg, ott a többségi lakosság nem fogja magát jól érezni a köztereken. Itt van például Szölder tájénak a példája, 2003-as iraki beavatkozást követően egy kis svédországi városban hirtelen megjelent több tízezer iraki, és elkezdtek a svédek elszállingózni az irakiak által belakott környékekről. Csak hát ezek az irakiak iraki asszír keresztények voltak, hiába a vallási közösség,
mégiscsak a kulturális közösség, a közel-keleti kultúra jelent meg az utcákon, Svédországban, mindegy, hogy azok muszlimok vagy keresztények, nem kompatibilis a kettő. Törvények áthágása. Azt látjuk, hogy tény és való, hogy számos muszlim országból olyan emberek érkeztek Európába, akik a maguk társadalmának se voltak a krémje feltétlenül, gondoljunk Marokkóra, ahol a 60-as, 70-es években a kormány szisztematikusan a problémás berber településeknek a fiataljait küldte Európába, egyrészt mert majd pénzt utalnak haza, másrészt megszűnnek potenciális kockázatnak lenni otthon politikailag. Tehát, és valóban az alacsonyabb társadalmi státuszú bevándorlók nagyobb arányban hajlamosak a bűnözésre, mint a magasabb státuszúak. De ha megnézzük a statisztikákat, azt látjuk, hogy az Egyesült Királyságban a kisebbségek, vagyis hát a nem őslakos közösséget leszámítva, kik állnak a fő helyen a börtönlakók közül, a karibiek, akik nem muszlimok. Utána persze jönnek a bangladesiek és egyebek, de akik már muszlimok, viszont azt látjuk, hogy ez nem vallásspecifikus, hanem az, hogy adott országból olyan emberek érkeztek, akik nem feltétlenül alkalmasak a maguk társadalmi közege miatt a beilleszkedésre, de ha megnézzük mondjuk a németországi irániakat, 250 ezer iráni van Németországban, a bűnözési statisztikákban szinte sehol nincsenek, egyszerűen azért, mert Iránból a társadalmi elit ment hagyományosan az iráni iszlám forradalmat követően, a nyugatos elit ment Németországba, lehet, hogy muszlim, de kevés, nem képviselteti magát a bűnügyi statisztikákban, mert ő egy más társadalmi osztály. A nők elnyomása, úgy látom, az időből kezdünk kifogyni, tehát akkor ezt most... Tény és való, hogy az iszlám és a nők szerepe, nők helyzete, ez egy hatalmas téma, most csak fő, esetleg a kérdésekben valakit érdekel, akkor szívesen visszatérek rá, csak nagy vonalakban megemlítve. Tény és való, hogy a muszlim társadalmakban a nők szerepe nem egyezik azzal, ami Európában van, vagy mint a nyugati világban megszoktunk. Viszont azt is látni kell, hogy mi, amikor az iszlám világra gondolunk, mi az arab világra gondolunk elsősorban. Tehát a közel-keletre, Észak-Afrikára, közel-keletre, esetleg Törökországra. Mi nem Indonéziára gondolunk, mi nem a Fekete-Afrikának egyes részére, Szenegára gondolunk, mi a közel-keletre gondolunk, a közel-keleti társadalmakban pedig mindegy, hogy muszlim vagy keresztény, a női, férfi szerep nagyon erősen meg van osztva, a közel-keleti keresztény társadalmakban, ugyanúgy, mint a muszlim társadalmakban, és ez kihangsúlyozom, társadalmi osztálytól függően, hiszen egy ottani művelt felső osztály, vagy középosztálybeli muszlim és keresztény gyakorlatilag hasonlóan nyugatos, ha így nevezzük, tehát ők egymáshoz hasonlóan nyugatosak. Viszont az alacsonyabb társadalmi csoportokban ez máshogy néz ki. Tehát Jordániában, keresztények körében ugyanúgy van becsületgyilkosság, mint a muszlimok körében. Abból azokból kifolyólag, hogy egy kollektív társadalomban a házasság, a párválasztás nem egy individuális döntés, hanem majd a család eldönti, hogy ki az, aki státuszban, rangban, gazdaságilag, egyéb módon megfelel. Tehát ott, ha egy fiatal hölgy a család becsületét kockára teszi azzal, hogy a kollektíva előtt erkölcsileg nem úgy viselkedik, pláne az övétől eltérő társadalmi csoport tagjával szűri össze a levet, akivel utána nem lehet kijavítani a hibát egy házassággal, akkor ezt valamilyen módon úgymond a szégyent le kell mosni. De ez nem muszlim-keresztény specifikum, ezt Indiában ugyanígy látjuk különböző kasztbeli illetőknél. Ugyanakkor az tény és való, hogy igen, az iszlámon belül a nőknek sokkal inkább tradicionális szerepük van, mint a nyugati társadalmon belül. Ugyanakkor viszont Indonéziában látunk matriarchális közösségeket, Fekete-Afrikában ezt ugyanúgy látjuk. Itt azt kell mondani, hogy ez inkább ha Boszniára gondolunk, egy muszlim országra, a nőknek hasonló a szerepük, mint a társadalmi szerepük, mint bárhol gyakorlatilag a Balkánon belül. Tehát ez egy tágabb értelemben vett kulturális specifikum. És Európánál is, tehát azt látjuk, hogy Európában is, ahogy az iszlám világban is, nagyon heterogén a közösség, a muszlim közösségek. Tehát Európán belül is számos hullámban, számos országból, számos irányzatú, etnikumú emberek érkeztek, éppen ezért az úgynevezett muszlim szolidaritás vagy az umma az Európában sem egy működőképes dolog. Ennek egyébként jó jele, vagy egy jó indikátora,
hogy Németországban 2015-ben a migrációs hullám tetőpontján volt felmérés erről, az etnikai törökök nagyobb arányban utasították el a tömeges migrációt, mint az etnikai németek. Hozzátartozhat ehhez az, persze, hogy etnikai német kevésbé meri azt mondani, hogy ő nem akar idegeneket, mint egy török, mert őt kevésbé kötik ezek a politikailag korrekt elvárások, de sokkal inkább megmagyarázhatja, vagy legalább ennyire megmagyarázhatja az, hogy egy töröknek hiába közös vallás ide vagy oda, nem hiányzik, hogy egy arab, egy afgán, pláne egy kurd úgy nyisson egy dönerest az ő dönerese mellé, meg nem testvére, meg miköze neki hozzá, riválisa. Ugyanígy látjuk azt, hogy Hollandiában a vegyes házasságoknál a holland marokkói és holland török vegyes házasságok nagyobb arányban vannak, mint a marokkói török vegyes házasságok, pedig hát hittestvérei egymásnak működnie kéne a dolognak, nem működik, mert annyi kulturális és egyéb identitásbeli különbség van köztük, ami nem teszi ezt lehetővé. Nézzük meg az iszlám pártokat. Időről és időre jönnek elő a semmiből muszlim pártok Európában. Azt látjuk, hogy jellemzően az érdektelenségbe süllyednek, pont úgy egyébként, mint a cigánypártok Közép-Kelet-Európában. Egyszerűen azért, mert a többségi társadalom számára lehet, hogy egyik cigány olyan, mint a másik, de ők nem így látják belülről. A romások, beások, romungrók, még azon belül is milyen családok vannak, nem vagyok szakértője a témának. Nálam okosabb emberek mondják, hogy lehetetlen a belső mobilizáció kizárólag a származás alapján. Pont ez a helyzet a muszlimok kapcsán is, hogy elméletileg lehet, hogy muszlimok valamennyien, de valahogy ezek a pártok, amik létrejönnek, mindig nagyon specifikusak, hogy pont egy helyi marokkói, pont egy helyi palesztin, vagy valaki jelenik meg egy muszlim párt, egy általános muszlim párt zászlaja alatt, aki egyszerűen nem tud semmit ígérni a többi muszlimnak, mert egyszerűen a muszlimok, jellemzően egyébként baloldali szavazók, leginkább azért, mert a baloldali kormányok engedélyezték a családegyesítés számukra, és a bevándorlás politikájuk kedvezőbb, de ugyanakkor éppen ezért is fognak egy pártra, egy létező pártra szavazni, mert ha még konzervatív szavazók is, egyszerűen Németországban azt láttuk, hogy a kereszténydemokraták népszerűsége nő a török közösség és egyéb bevándorló közösségeken belül, azért, mert jobban segítik a kis és közép vállalkozásokat, mint a szocialisták. Tehát itt a gazdasági megfontolás és nem az ideológiai megfontolás az, ami első helyen ott van. Azt látjuk, hogy Európában muszlim párt egy van, ami működik, Hollandiában a DENK, ami bejutott a parlamentbe, annak tudható be, hogy bejutott, hogy a szocialisták, akire hagyományosan a bevándorlók szavaztak, elbuktak, felforgácsolták magukat, létrejött egy vákum, és a török kormány hathatós támogatásával létrejött egy politikai párt, ami felszívja a patrónus nélkül maradt török és kis részben marokkói szavazókat. Tehát azt látjuk, hogy Európában is az iszlám és Európa, mint olyan, egy túlzottan elvont fogalom. Tehát sokkal célszerűbb arról beszélni, hogy iszlám és Franciaország, iszlám és Nagy-Britannia, és azt látjuk, hogy már itt nagyon különböző képeket kapunk, egyszerűen azért, mert minden országban, Európában is más a nemzetfogalom, Nagy-Britanniában lehet valaki brit, hiszen a brit identitás is az írekből, velsziekből, angolokból, skótokból áll össze, nem kötődött eddig sem etnikumhoz, voltak köztük presbiteriánusok és anglikánok, katolikusok, tehát egy brit identitásba beleférhet a pakisztáni. Németország már kérdésesebb, hiszen a német identitás az mindig is összkötődött valamilyen módon az etnikumhoz. Ne beszéljünk mondjuk a lengyel identitásról, magyar identitásról, a kereszténység fundamentuma ezeknek az identitásoknak. Itt nem biztos, hogy úgy belefér egy muszlim identitás egy ilyen közegben, mint más európai országokban. Tehát azt mondanám, hogy az iszlám és Európa problémakör az egy kicsit, az már túlontúl elvont ahhoz, hogy beszélni tudjunk róla. Természetesen a modern technika az kihívásokat jelent, hiszen ma már egy muszlimnak, mint ahogy egyébként valamennyiünknek, nem kell fizikai közösséghez kötődnie, tartoznia ahhoz, hogy ki tudja tölteni a mindennapét, és úgy érez, hogy ő része egy közösségnek. Tehát ki tudnak alakulni az internetnek, csetszobáknak, közösségi médiumoknak köszönhetően olyan nemzeteken átívelő networkök, amelyek radikális adott európai értékekkel nem kompatibilis irányzatok megerősítését erősítik,
és ez valóban egy tényleges veszélyhelyzet, ami ellen egyébként a terrorizmus kapcsán azért látjuk, hogy a megfelelő titkosszolgálatok, ha akarnak, fel tudnak lépni, hiszen az elmúlt időszakban már csak késsel hadonászó radikálisok, vagy adott esetben őrültek voltak, akik támadásokat hajtottak végre. 2017 óta jelentős terrortámadás nem történt Európában, azért, mert már tudják, odafigyelnek, nem sajnálják az erőforrásokat az online tér monitorozására, de az tény és való, hogy az egy társadalom kohéziója szempontjából ártalmas, hogyha olyan közösségek vannak, akik nem tartják magukat a teljes társadalom részének. És akkor eljutottunk az előadás kérdésén, alapkérdéséhez, hogy mi az iszlám akkor, a háborúnak vagy a békének a vallása-e, és a helyzet az, hogy nem tudjuk megválaszolni, mint láttuk, az iszlám egyszerre a háborúnak és a békének a vallása, annak a vallása, amilyennek az érdekei adott esetben a követőinek, és jellemzően nem a vallás irányítja a társadalmakat, hanem a társadalmak termelik ki azokat a problémákat, amikre különböző vallási értelmezések válaszokat adnak. Kedves nézőink, a köztérben az iszlám vallásról tájékozódhattak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.